Bródy János a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Hát a sors az most valahogy úgy hozta ebben a mai adásban, hogy itt elkezdtünk arról beszélgetni Dávid Ferenccel, hogy mi lesz a takarékszövetkezetekkel, erőszakkal egy kormány hogyan tud sok-sok kis részvényes fölé telepedni, és azt mondani, hogy vagy megszavazod, vagy holnaptól nem létezel. Aztán Fodor Gáborral folytattuk, hogy gyakorlatilag ez már István óta, ez az alapproblémánk és felvetésünk, hogy hova akarunk, tehát akkor döntöttünk, hogy hova akarunk tartozni, mindig Európához akartunk tartozni, akkor most milyen szuverenitásunkat akarjuk visszaszerezni? Na mondja meg nekem, amikor 83-ban ezt a rockoperát bemutatták, gondolta volna, hogy ezt aztán évente, négy évente, akárhány évente valaki előveszi, mindig tudja aktualizálni. És hogy ráadásul igen. Igen, ilyen érvényes lesz megint. Nem tudom, hát nagyon sok mindent írtak az interneten erről, persze pro és kontra, nekem azt tetszik, hogy ez darab olyan, mint a nemzet lelki ismerete mindig akkor szól nagyot, amikor a demagógia is, a hazugság az erőteljesen jelen van és érezhetővé válik. De hogy láttam a feliratot, hogy megosztó előadás, szeretném mondani, hogy nem az előadás megosztó, hanem tükröt tart, mint igaz művészet a nemzet és a nézők elé, és abban látják, hogy meg vagyunk osztva, igen. Ja, ezen gondolkodtam én is, hogy most a 20-ai bemutató után beszélgethetnénk két nappal mi egymással arról, hogy tetszett a szereposztás, hogy tetszett a rendezői megoldás, hogy tetszett a színpadi kép, a hangszerelés, a szövegek érintetlenül maradtak, de nem erről beszélgetünk, mi sem, és senki nem erről beszélget. Pedig szívesen elmondanám. Kit érdekelt, szó nem lehet, persze, hogy beszélünk erről is. Szóval, hogy a bemutató után azonnal a vita tárgya az lett, hogy na, a nemzetietleneknek most tetszik ez az István a király, mert egy nemzetietlen rendezőből csak ezt lehet ki, vagy ezt tudja magából kihozni. Tehát megint elkezdtünk, tehát vannak a magyarok, meg a magyarabbak, és a nemzetiek, meg a nemzetietlenek. Hát igen. De hát maga, mint nő, tudja, hogy nem az a legjobb férfi, aki állandóan a férfiasságával kérkedik. És azt gondolom, hogy nem feltétlenül azt képviseli a hazai érdekét, aki állandóan hangoztatja, hogy a hazai érdekét képviseli. Előbb hallgattam Fodor Gábort, és amit ő mondott, hogy Magyarország felemelkedésének az a záloga, hogy integrálódjon az európai nemzetek közösségébe, ez az igazi érdeke. Ez mindenem felett álló érdeke. És aki ez ellen tesz, vagy ezt akadályozza, az lehet, hogy érzelmileg talál fogóckodókat, még az István a királyban is, de nem érti meg István király igazságát. Akkor kinek az igazságát érti meg? Ez kinek az igazság? Hát fura azért az élet, ugye ez a darab egy eléggé összetett helyzetet ábrázol, ráadásul Alföldi Róbert, hogy úgy mondjam, ki is emelte a történelmi kontextusból, és szinte általános érvényűvé tette. És hát bizony, gyakran az az érzésem, hogy más igazságokra jutunk, ha az érzelmeinket követjük, és másra, ha racionálisan gondolkozunk. Az érzelmeink gyakran elragadnak, akár közösségekben is. De a nézők is tudják, hogy miközben rokon szemes számukra, mondhatnám így, hogy lelkesednek Koppányért, de a lelkük mélyén azért tudják, hogy Magyarországnak, a felemelkedésnek csak az a racionális politika lehet a javára, hogy jó kedvet, bőséget csak István király tud hozni. És ezért végül is elfogadják, és tudják, hogy ennek el kell buknia. De hát érzelmileg azért más az igazság. Igen, nagyon szép szólamokat hallgat, és hát én nagyon hálás vagyok Alföldi Róbertnek, aki komolyan vette ezt a darabot. És nem mint egy látványos és sikeres színpadi mutatványt, hát mondjuk a rockopera tényleg nem olyan, mint az irodalomhoz képest a képes
a képregény egy kicsit. Látványosabb? Másképp dolgozik, más tablókkal. De azt mondta, ha ennek a darabnak ilyen siker van, és ez ilyen sokat jelent az embereknek, akkor nézzük meg, hogy miről is szól pontosan. És elolvasta a szövegeket, és ahol úgy érezte, hogy ez fontos és lényeges dolgot talál, azt kihangsúlyozta. Ez nem, tehát semmi konfliktus nem volt, nem bántotta, egy másodpercig nem gondolt arra, hogy hát lehet a zenéhez egy kicsit áthangszerem, de a szövegekhez nem szabad hozzá. Az volt a megállapodás, hogy nem nyúl hozzá a dalokhoz természetesen, meg az is, hogy mi nem nézzük meg a darabot a próbákon, hanem csak meg kért állni. Hát meg kellett állnom, úgyhogy a premiéren láttam először, az úgynevezett premiéren, és utána még a másik két előadáson. Azt kell mondanom, hogy a 20. az inkább volt premier, amikor már eltűntek a felvevőgépek. Sajnos az az érzésem, hogy az első előadás az nem volt igazán erőteljes, szokatlan volt a színészek számára, és nem is volt elég idő próbálni a darabot. De éreztem, hogy lesz abból némi gond, hogy a legelső előadást fölveszi az RTL, ráadásul, hogy rögtön le is adja tulajdonképpen minden olyan szokásos utómunka nélkül, amivel hát egy közepes rockzenekar is azért egy élő koncert felvétele után egy kicsit pár hétig elmolyol arra, hogy na jó, ez összerakja. Az ön maximalizmusából fakad, az RTL klub pedig hihetetlen módon tett ki magáért szakmailag, tehát... Nem is biztos, hogy az ő hibájuk, nem állt minden össze. Nagyon-nagyon, tehát mindent nagyon-nagyon jól csináltak. Az, hogy tehát amin lehetett volna képileg javítani, azon nem kellett, hogy a hangon lehetett volna nem javítani és molyolni. Nem volt érezhető, én megnéztem felvételről tegnap, és láttam, hogy az előadás nem tükröződik vissza a felvételbe. Hát azt tudja, olyan jelenetek vannak a darabban, olyan színpadi és színházi teljesítmény, ami egyszerűen bámulatos, hogy ennyi ember egyszerre. Mondom, a 20. előadás az már majdnem, hogy tökéletes volt, és az énekesek is, már úgy a színészek énekhangja is a helyére került. Úgyhogy azt gondolom, hogy az arénában fergeteges hatású lesz a darab. Hát igen, csak a viták az biztos, hogy addig se fognak csitulni, sőt, most már vannak, akik készülnek, hogy tüntetnek, a mások meg ellentüntetnek. Ez a darab, meg az egész történelmünk, amit ez a darab tükröz, átölel, amit ebbe beleírtak, belekomponáltak, beleszövegeltek, hát ez többet érdemel, mint hogy most kikiáltunk egy rendezőt, nemzetietlennek, és ha nem tudom, mit csinálna Alföldi Robert, akármit csinálna, ugyanezt az indulatot váltaná ki. És ez nagy baj. Tehát ettől én sajnálom az István a Király Rock Operát, sajnálom az összes szerzőjét, sajnálom a színészeket, sajnálom Alföldit is, mert nem a teljesítményt nézzük, hanem a nem tudom, hülye prekoncepciókat, hogy ahát, hogy egy liberális, akkor valami iszonyat fog kijönni a kezek közül. Hadd mondjam azt, hogy aki a helyszínen nézi az előadást, azért az a hatása alá kerül. Mindenki a hatása alá kerül. Tehát István a Király, szinte azt mondom, hogy nem lehet belőle rossz előadást csinálni. Tehát mindig van valami, ami akárhányszor vitték színpadra, most a film az megint egy másik kategória, én szerintem ez nem egy filmre való, sem képileg, sem cselekményileg. Szerintem filmen is meg lehetne csinálni, csak másképp. Csak akkor igaza van, csak másként. Szóval, hogy ez annyira része a történelmünknek, és olyan sokat vesz a Szent Istváni örökségünkről, és látja, itt ki nem ejtettem Szent István nevét akkor, amikor takarék szövetkezetekről beszéltem, vagy akkor, amikor Orbán Viktor politikájáról beszéltem, és mégis erről beszéltük. Tehát, hogy hova akarunk tartozni, hát fogalmazzuk már meg, és ez egy nagy dilemma, és érzelmek és értelmeknek kell összecsapnia. Milyen érzelmi döntés és milyen értelmi döntés kellett ahhoz, amikor egy nemzettel szemben, hagyományokkal szemben István azt mondta, és a véráldozatokat követelve, hogy nem ezt választom, hanem a jövőt. Jaj, nem én nekem kell beszélnem, csak kiváltja belőlem. Figyelem is. Úgy érzem, hogy mindenkiből kivált valamit. Szóval azért érezhető, hogy egy jelentékeny előadás született, egy olyan, ami mellett nem lehet elmenni szótlanul. És újból
ahogy mondja, felteszi a kérdést, hogy ez a tragikus konfliktus, ami a nemzeti önazonosság vágya, a hagyományok védelme, és a megújítás, a felemelkedés és az európai integráció eszméje között feszül, ezt valahogy fel kell oldani. Hiszen mi vagyunk István, és mi vagyunk Koppány is. Persze. És meg kell értenünk egymást, és el kell fogadni, hogy ez a Magyarország, és valóban elgondolkozni azon, hogy mi a nemzet igazi érdeke. Örül annak egy utólag, hogy ez történt most a művel, a gyermekével? Nem viták, hanem hogy most egy ilyen köntöst kapott, hogy most így került színpadra, most a vitákat hagyjuk. Hát az egyik szemem sír, a másik már úgy gondolja, hogy Alföldi Robert rendezését. Igen, tehát ami történt, az István a királya. Fantasztikusan jónak tartom, és azt gondolom, igen, ebben a darabban ez is benne volt. Én még ennyi színházat egy rockoperában nem láttam. Hát most volt benne, igen, úgyhogy majd kíváncsi vagyok a hónap végén, milyen lesz az előadás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk a továbbiakban, és találkozunk holnap este. Viszontlátásra!